még soha nem volt ennyi remek képességű labdarúgó Soroksáron, mint most. A Ferencvárosnak köszönhetően további remek játékosokkal bővült a keretünk. Szerető Krisztofer, az U19-es válogatott alapembere Csonka András és az ősfradista Pölöskei Péter is már Soroksáron edz. Kellemesebb a gond, hiszen most tegnap például 25 játékossal edzettem, és érkezett két játékos, tehát a Szerető Krisztofer és a Csonka Andris, akik ezzel a kettős átigazolással, ami ebbe az évbe életbe lép, és a 21 éven aluli játékosok alatt, tehát lehet 3-4-5 játékos, aki ezzel a kettős átigazolással tud játszani, úgyhogy most ebbe a kettőbe beleesett az Andris és a Krisztofer, ők egész héten itt vannak velünk, úgyhogy folyamatosan tárgyalunk a Fradival, tehát a Hajnal Tomival, és természetesen majd vissza kell nekik menni, ott fognak edzeni folyamatosan, de nyilván mivel jövő héten azért már szerdán is bajnoki mérkőzés van, tehát szerda-vasárnap, ezeket majd le kell kommunikálni, hogy maradjanak itt a jövő héten is. A Petit ismerjük, tehát a Fradiban volt régen, tehát még a Döme alatt játszott is az NB1-be, tehát egy jó felépítésű gyerekről van szó, nyilván érzi a kaput, természetesen azért vannak most lemaradásai, hiszen azért nem edzett két hónapja, amióta a Budafoktól eljött, úgyhogy neki azért még kell egy hónap körülbelül, amíg utol fog érni magát, és hát reméljük, hogy ő is erősége lesz a csapatnak. A felkészülés a véghajrába ért, hiszen vasárnap már bajnoki mérkőzést fogunk játszani. Majd kiderül a bajnokságban, hogy úgymond az adja vissza ennek a felkészülésnek a lényegét, hogy hol fogunk állni a bajnokság végén. Itt beérkeztünk az utolsó hétbe, próbálunk egy kicsit finomítani, én bízom benne, hogy annak ellenére, hogy most azért változott a csapat kerete, én bízom benne, hogy ugyanúgy erősebb tudunk maradni. Nagy lehet az elvárás a csapat jó szereplését illetően, ugyanis most már majdnem minden posztra van, két azonos képességű labdarúgónk, nagy lesz a konkurencia harc. Éve vagyunk 30-an, sok fiatal, sok idősebb játékos, most a mesteréknek van merítési lehetőségük. Azért tavaly voltak olyan meccsek, amikor elfogytunk szépen, most úgy néz ki, hogy nem lesz ilyen. Én is érzem, hogy nagyon jó ez, hogy többen vagyunk. Ugye mindenkinek teljesíteni kell, mert ha nem teljesít, akkor jön a következő. Ez a csapatnak az előnyére válhat. Erősödött a keret. Nyilván mindenkinek jobban kell csipkedni magát. Elképzelhető, hogy a tavalyi években azért volt egyszer-kétszer mondjuk teljes négy visszaesés, mert hogy nem volt ilyen konkurenciaharc. Én nem szeretnék semmilyen jövőbeli helyezésre tippelni. Én úgy gondolom, hogy itt az első tényleg pár meccsen, hogy rögtön az első héten játszunk három meccset, azért ki fog derülni tényleg, hogy hogyan is állunk, hogy sikerült ez a felkészülés. Nyilván nem szabad csak ebből kiindulni, mert azért hosszú a szezon, de az biztos, hogy itt az elején rögtön jó kis erőmérő lesz. Nagyon jól dolgoztak a srácok, és én úgy gondolom, hogy el tudtuk végezni, amit elterveztünk, úgyhogy nem mindenki várja a rajtot. A rajton az ellenfelünk az a Kazincz Barcika lesz, akik ellen az év meccsét játszottuk majd egy évvel ezelőtt. Azt hiszem 2-0 volt oda, és 4-3 lett a vége, most már nem is emlékszem pontosan. Az egy jó mérkőzés volt, rosszul kezdtük, viszont jól jöttünk ki belőle, ott a támadó játékunk ellensúlyozta a védekezésünkbeni hibákat. Ez egy parádés mérkőzés volt nyilván, de az ottani mérkőzés az annál fájóbb, tehát hogy kikaptunk 2-1-re. Igen, volt megfigyelőnk, akik megnézte vasárnap a Deac ellen, tehát nem lesz egy könnyű ellenfél, tehát senkinek nem szabad ezt a mérkőzésre félváról venni. Vannak olyan játékosok, akiket ki kell majd kapcsolni, ezt meg is fogjuk tenni. Pénteken lesz egy videózás a srácokkal is, akkor remélem, hogy minden rendben lesz hétvégére. Tavaly azért volt pár ilyen meccs, amikor az elején gyorsan gól kaptunk és futottunk az eredmény után. Remélem azért ez változni fog és egy kicsit stabilabbak leszünk a mérkőzés elején. Már nagyon várjuk a kezdést. Biztos, hogy egy jó Kazincz Barcika ellen fogunk pályára lépni, de itthon kell mindenféleképpen tartani ezt a három pontot. Fizikálisan erősek, keresik a párharcokat. Én azt mondom, hogy így a szezon kezdetén egy kicsit tapogatózós játékot várok. Nyilván az ő részükről egy ilyen erőszakosabb fizikai futballt. Bízom benne, hogy az ő valószínűleg felállt védekezésüket át tudjuk majd törni.
nem gondolnám, hogy sok gólos mérkőzés lesz most. Kicserélődött a csapatot is, tehát ott oda is érkeztek jó játékosok, tehát gondolok én itt az Oldal Tibire, akkor ott van a center gyerek, a Lukács, aki tavaly is gólt fejelt nekünk rögtön ott a Putnokon, a Váradi Béla stadionban, tehát azért vannak jó futbolisták, ott van egy Fótyik, aki NB1-ben játszott, tehát egy belső védő, úgyhogy kiegészített fiatalokkal tényleg egy masszív csapatnak néz ki. Úgyhogy amit az előbb is elmondtam, tehát azért óvatosnak kell lenni, és hát bízok benne, mert már a srácok is nagyon várják a hétvégét és a rajtot, úgyhogy bízok abban, hogy itt tudjuk tartani a 3 pontot. Én azt mondom, hogy mi jobb csapat vagyunk, mint ők, és nem lennézve őket, de ezt bizonyítanunk is kell vasárnap. Mindenkitől nagyon sokat várok, mert csak úgy tudunk mi előrelépni, hogyha csapatként jól tudunk együttműködni. Klubunk stábja tovább bővült. A hazai meccseken új speaker fog debütálni. A Honvéd legendás alakja, Maros József lesz az új hangos bemondó. Sok szeretettel köszöntöm a soroksári nézőket is, és a rajongókat is. Nem először járok természetesen a Soroksár stadionjában. Nagy örömömre szolgál, több ismerősöm, barátom játszik is és irányítja is a csapatot, úgyhogy számomra öröm, hogy vasárnaponként, amikor itt játszik a csapat, akkor tudom segíteni a csapatot, és hát remélem, hogy tudom segíteni. Most már csak a sok szurkolónkra van szükség, és minden adott lesz vasárnap késő délután 17:30-kor egy remek szezonnyitó mérkőzéshez.